Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Érdekes témánk lesz itt az első részben is, a második részben pedig új témát kezdünk. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Ezeket? Oké, tehát nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ eddigi alakulásával? Illetve azzal, ami felé halad a világ. Mi baj van vele? Keves járnak, mint PPH-ra. Sokan 280. Hát, még egy kicsit odébb vagyunk ettől a számtal, igen. No, szóval mindegy, majd még valószínűleg beszélek is erről a kérdésről, de haladjunk. Tehát az a lényeg, hogy nem vagyunk elégedettek. Egyébként mi az aranykor eljöveteléért azt szervezzük, hogy aki szeretné, hozzájuthasson ahhoz a tudáshoz, illetve képességekhez, ami az embert képessé teszi arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Hát ha valakit ez érdekel, akkor van nekünk egy akadémiánk. Ez az akadémia, ezt 2013-ban alapítottuk, ahol el lehet sajátítani az ember és az életismeretnek, az élethelyzetek helyes kezelésének, a problémák megoldásának és megelőzésének, a célok megvalósításának tudását, illetve módszereit. Továbbá azért, hogy képes legyen az ember alkalmazni is a tudást, van nekünk egy másik szervezetünk, úgy hívják, hogy PPH. A PPH-nál megkapja a gyakorlat megszerzésének lehetőségét. A PPH mögött egy részvénytársaság van, a Nyílt Akadémia mögött pedig egy KFT. Hátterünk, tehát az egésznek a háttere, és mondhatjuk azt, hogy a Nyílt Akadémia háttere is, a PPH, a Problem Prevention Holding, amely 24 éves magyar szervezet, és egyedülállóan négy különböző terület piacvezetői tapasztalata alapján tevékenykedünk. Hát én még nem találkoztam olyan szervezettel, amelyik négy különböző területen tudott piacvezető pozíciót elérni, és abból képzeljék el, kettőben olyan piacvezetői pozíciót értünk el, hogy az egyiket nem csináljuk 2010 óta, nem, hogy is 2000 óta, és mégis piacvezetők vagyunk benne. A másikat nem csináljuk 2007 óta, és mégis piacvezetők vagyunk benne. Azért ez nem semmi. És amit csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. A mindennapokban használható a boldog élethez vezető tudást a Nyílt Akadémia coach képzései által juttatjuk el a partnereinknek. Mi az, hogy coach képzés? A coach egy szakma. Tehát egy olyan szakma, mint mondjuk a villanyszerelő, vagy az autószerelő, vagy a pszichológus, vagy pszichiáter, jó? Tehát ilyesmi szakma. Tehát szakma, a coach azt jelenti, hogy edző, személyi edző, sportban szokták használni leginkább az edző kifejezést, mostanában már a fitness termekben is van személyi edző, de mi más formában, tehát nem testedzésre használjuk a coach kifejezést, hanem az elméjét edzük az illetőnek, a tudatát edzük az illetőnek. Tehát lényeg az, hogy a mi értelmezésünkben a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, és amikor a coach dolgozik, akkor coachingol. A coaching a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat, illetve a legtöbbet. Tehát abban segítünk, mint egy edző a testedzésben hozza ki az emberből, sportban például kihozza a legjobbat, illetve a legtöbbet, mi pedig magából az emberből hozzuk ki a legjobbat, illetve a legtöbbet. A gyakorlatot pedig a PPH biztosítja az embereknek. Nézzük meg a küldetésünket, kihozni az emberekből a legjobbat és legtöbbet, tehát coachingolni őket, átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami által az emberek képesekké válnak arra,
hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék. Nem tudom, esetleg van itt valaki olyan, aki szeretne az élethelyzeteit, tehát minden élethelyzetét helyesen kezelni? Van ilyen esetleg? Oké. Olyan, mondjuk olyan, aki a problémáit szeretné megoldani, illetve megelőzni. Tehát minden problémára vonatkozik. Céljait elérni, esetleg van olyan, aki szeretne a céljait elérni? Oké. Tovább arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Nem tudom, ki az, aki el tudná képzelni, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Most gondolják végig, hogyha mi mindnyájan így gondolkodunk, akkor esetleg vannak mások is a bolygón, akik szeretnének így élni? Tehát ilyen életminőségben. De nem az a kérdés, hogy meg lehet azt csinálni, hogy az emberek így éljenek. Ez nem kérdés. Csak az a kérdés, hogy lesznek-e elegen azok, akik megtudják, hogy lehet-e így, így is élni. Ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy hogy lehet így élni, hanem az a kérdés, hogy mennyien fogják megtudni a jövőben, hogy lehet így élni. És hogy erre van mód, hogy az ember így éljen. Mert nem, sose az volt a kérdés, hogy, mondjuk milyen jó egy találmány, hanem az a kérdés, hogy az emberek megismerik-e azt a találmányt, vagy sem. Tehát mi, amit most csinálunk, azt mondhatjuk azt, hogy egy találmány. Csak nem fizikai találmány, hanem szellemi találmány. Elhozni a bolygónk számára az aranykort. Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Egyébként a bolygónak két útja van, illetve az emberiségnek. Az emberiségnek két útja van. Nem tudom, tudják-e, hogy ez már a hatodik emberiség itt a Földön. Hetedik. Ja, hetedik. Igen, mert hat volt. Mindig keverem ezt a számot. Tehát hat már volt, és ez a hetedik emberiség. És mind a hat előttünk az eltűnt a Földszínéről. És nem tudom, tudják-e, hogy az előző például miért tűnt el a Földszínéről? Hm? Tudjuk? Elkezdtek Istent, játszani. Istent játszani, és a teremtőik besokaltak tőlük. És eltörölték a Földszínéről őket. Tehát elkezdtek Istent játszani. Nem kezdenek el mostanában az emberek, bizonyos emberek Istent játszani? Tehát például gondoljunk arra, hogy mit tudom én, ez a génmanipuláció, meg a klónozás, meg ilyen baromságok révén. Hm? Tehát az emberiségnek két útja van, ennek a jelenlegi emberiségnek, amit úgy hívnak, hogy homo sapiens. Vagy tudatossá válnak az emberek, vagy aki nem válik tudatossá, az meghal és nem fog egy darabig újra születni. Jó? Tehát itt van vége annak, ami a mai témánk. A mai témánk a lélekvándorlás. És itt van vége a lélekvándorlásnak, de majd mindjárt erről még beszélek. Beváltani azokat a jóslatokat, miszerint ez időtájt a Kárpát-medencéből indul el a szeretet, béke és a boldogság tudása. Miért lenne jó önnek a Nyílt Akadémia Boldog Életet Teremtő Életjobbító Coach képzése? Tehát személyes nyerességet nézzük meg ezzel kapcsolatban. Civil életben, mindennapokban használható, különleges tudást kap, amit máshonnan nem fog tudni megszerezni. Az egyik legjövedelmezőbb óradíjú szabad foglalkozás egyébként. Nem tudom, tudja, hogy mennyiben keresnek a coachok óránként, olyan 3000-től 35000 forintig terjedő összeget óránként tehát. A teremtő képessége megnövekedését eredményezi, tehát hogy képes legyen, ugye az ember azért született, hogy teremtsen. Tehát teremtsen. Tehát egyáltalán nem baj, hogyha az embernek a teremtő képessége az megnövekszik. Piacképes diplomája lesz,
Ami azt jelenti, hogy a bolygón jelenleg kb. Olyan 50 ezer coach van az egész bolygón, de hát annak a szakértelme eléggé megkérdőjelezhető ennek az 50 ezernek, illetve az 50 ezerből a nagy többségnek. Egy kiváló csapat tagja lesz, részt vehet az aranykor létrehozásában, tehát mi korszakalkotó szervezet vagyunk. Mi nekünk feladatunk, küldetésünk az aranykor létrehozása a bolygón. Miért nekünk a feladatunk? Mert nem csak tudásunk van hozzá, hanem van módszerünk is ahhoz, hogy hogy kell ezt megtenni. Ehhez lesz most nagy mértékben segítségre a következő havi képzésünk, a szervezés coach, ami teljesen egyedi, tehát most lesz a legelső szervezés coach képzésünk, mióta a szervezetünk fennáll. Pedig a szervezetünk már 93 óta fennáll, és azóta nem tartottunk szervezésképzést. Coachképzést meg, ugye szervezés coachképzést meg egyáltalán nem. Tehát amúgy sem csináltunk ilyen szervezésképzést, de mondom, szervezés coachképzést meg végképp nem. Tehát most lesz az első ilyen képzésünk, ami még nem volt. Jó? Tehát nem volt. De élvezetes lesz. És meg fognak lepődni, hogy ez mit jelent. Jó? Hát előre mondom, hogy nem az lesz, amire most gondolnak. A jövő spirituális szellemi ezoterikus üzlete lehet az ön számára is. Ugye, mert mi a szervezést egy kicsit más értelemben szoktuk itt használni. Itt a hálózatunkban, illetve a szervezetünkben. Az itt tanulóknak munkát és jövedelmet is tudunk biztosítani, tehát ez egy teljesen egyedülálló dolog, hogy nem csak tanulhat valaki, hanem jövedelmet is szerezhet abból, hogyha hozzájárul ahhoz, hogy mások is itt tanuljanak. Tehát segít nekünk abban, hogy egyre többen és többen tanuljanak itt Magyarországon, illetve a világban, abban a coachképzésben, amit mi nyújtunk. Egyébként mi nyújtjuk a legtöbb embernek a coachképzést Magyarországon, és ezt szeretnénk elérni világviszonylatban, hogy mi legyünk a legnagyobb coachképző szervezet a bolygón, majd a legnagyobb képző szervezet a bolygón. A lehető legkedvezőbb tandíjjal és tanulási módokkal képezheti magát. Ez mit jelent? Hát a coachképzések nem olcsó mulatság. Hát 4000 forint alatt óránként nem nagyon kap coachképzést, annál csak inkább nagyobb összegekről beszélhetnek máshol. Nálunk egy havi coachképzés az 30 óra, és jelen állapotban az összes coachképzésünk az 720 óra. Egyetlen egy szervezet a bolygón nem csinál 720 óra coachképzést, tehát egyetlen egy coachképző szervezet sem. És ezt a coachképzést, óra mennyiségét hamarosan kénytelenek leszünk felemelni, mert többlet tudás érkezett, és ezt át kell majd adni az embereknek. Úgyhogy több mint 1000 óra lesz. Így van, 1000 óra lesz a coachképzés, igen, úgy durván. 1800. 1800, oké. Jó, tehát annyira fog fölmenni. És mégis nálunk egy hónap coachképzés, tehát a 30 óra, az óránként mindössze az első hónapban 900 forint, jól mondom? 600. Ja, 600 forint, igen, bocsánat, 600 forint, akkor most írtál, rosszul számoltam. Tehát 600 forint, és utána 300. Igen, azért kérdeztem, hogy jól mondom, mert utána a második szorzásnál már valami nem stimmelt a két különbség között. Jó, tehát az első hónap a 30 óra óránként az 600 forint óránként, és a második hónaptól pedig 300 forint, hát ha ezt felszorozzák, akkor kijön 18 ezer forintra az első hónap, és a második hónaptól pedig árgaranciával 9 ezer forint a képzés. Jó, és most van egy olyan lehetőség, hogyha például ön hoz egy társat, tehát társat, a társ az azt jelenti, hogy valami közvetlen hozzátartozott. Jó, akkor annak csak 4000 forint minden tandíj. Jó?
tehát 4000 forint. És akkor kettőjüknek a tandíja, úgyhogy ő is kap bizonyítványt meg diplomát arról, hogy elvégezte a képzést. Mindössze az első hónap ugye az 22000 forint, a második hónaptól pedig 13000 forint. Jó? Ezt érdemes lenne kihasználni. A lehető legkedvezőbb, tehát ez a tandíj, körülbelül hetede, nyolcada vagy tizede annak, mint ahol máshol kócsukat képeznek. Ha partnerünké válik, szeretetben gazdag élete lesz, egészséges életet fog tudni élni, sokkal többre lesz képes, és ezáltal több elismerésben fog részesülni, szabad életet fog tudni élni, elég pénzt fog tudni teremteni, jól fogja magát érezni a hátralévő életében, képes lesz elérni a céljait, és békés, boldog életet lesz képes élni. Egyébként a szervezés coach, tehát van nekünk egy olyan coachképzésünk, hogy célmegvalósító coach, és azt egészíti ki most a szervezés coach. Ha valaki esetleg elvégezte már a célmegvalósító coachot, akkor a szervezés coach az egy kiegészítés a célmegvalósító coachnak, csak hogy ti tudjuk, és igazából enélkül a szervezés coach nélkül az ember igazából komoly célokat nem képes megvalósítani. Jó? És akkor nézzük a mai kiírt témánkat. Ugye beszéltem arról az imént, hogy két útja van a jelenlegi emberiségnek, illetve az embereknek. Tehát vagy tudatosodnak, és szépen átmenettel bemennek az aranykorba az emberek, vagy nem tudatosodnak, és amikor meghalnak, akkor egy jó ideig nem születnek újra. Mi az, hogy nem születnek újra? Jó? Tehát vannak itt mindenféle tanítások az ember működésével kapcsolatban, hogy született le, hogy került ide, akkor például olyanok, hogy vannak olyan vallások, amelyek azt tanítják, hogy van újraszületés, tehát újjászületés. Van, amelyik azt mondja, hogy nincs. Jó, tehát össze-vissza beszélnek ezzel kapcsolatban. Jó, én azokat az információkat, amit mondok, azt nem tanultam, jó, hanem tudom, hogy úgy van. Honnan tudom, hogy úgy van? Nekem van egy olyan forrásom, amiben én még soha nem csalódtam. Jó, ez nem egy írásos forrás, hogy én mondjuk olvastam, vagy nem egy YouTube-os forrás, hanem ez egy olyan forrás, ami a tudást nekem átadja, és az információkat átadja. És én még soha nem csalódtam azokban az információkban, még soha, pedig már egy jó pár éve azért, lassan 10 éve küldik ezeket az információkat, és néha régebben is küldtek, csak akkor csak ritkán. Jó, akkor még nem tudtam, hogy ez hogy működik. Na és lényeg az, hogy na akkor nézzük az egész történetet, jó? Tehát volt egy olyan teremtő, amelyik teremtette a lelkeket. Jó, és ez a lélekteremtés, ez sok milliárd évig folyt. Tehát sok milliárd évig. Tehát nagyon sok milliárd évig. Tehát a legelső teremtés az csak úgy mérhető, hogy milliárdszor milliárd év. Jó, és úgy lehetne számolgatni, hogy akkor az hány milliárd év. Vele ezelőtt kezdődött. És azóta van lélekteremtés, illetve volt lélekteremtés, mert már lélekteremtés megállt, nincs. Tehát gyakorlatilag nincs, mióta nincs, hát már elég régen nincs. Körülbelül 1 millió éve nincs lélekteremtés. Tehát azért van azóta, hogy gyakorlatilag ilyen próbálnak lelkeket megszerezni különböző szintű lények. Hogy értjük, hogy lelket megszerezni? Ez olyan, mint mikor maga mellé állítani akar az ember embereket. De ez ugyanígy van a világ egyetemben, hogy vannak különböző szintű
fejlett lények, és amelyek tudnak lélekvándorlást csinálni. Tehát a lélekvándorlás mit jelenti? Mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor a, ugye ezt tudjuk, hogy az anyag az mulandó. Na, a testünk az anyagból van. Egy dolog a világ egyetemben nem mulandó, az pedig az energia. Jó? Tehát az anyag maga az mulandó, az energia az nem. Tehát amikor például egy anyag megszűnik, annak az energiája az nem szűnik meg. Jó? Tehát ezért van, hogy az energia, tanultuk fizikából, az energia nem vész el, csak átalakul. Emlékszünk rá? Jó? Tehát a világ egyetemben nincs olyan, hogy kevesebb vagy több energia, állandó energia van. Jó? Tehát nincs olyan, hogy mondjuk az energia szaporodik vagy fogy. Tehát az energia az nem tud fogyni vagy szaporodni. Az állandó, az egész világegyetemre vonatkozóan állandó az energia. Csak nem mindegy, hogy az energia miben van. Jó? Tehát nem mindegy. Tehát a bennünk lévő lény, tehát mi bennünk van egy lény, tehát mi vagyunk egy lény, ugye, mint ember. És bennünk van egy nagyon érdekes energiából származó lény, amit ugye vélhetően sok millió évvel ezelőtt megteremtettek, tehát meg lettünk teremtve, maga a lelkünk, és ez a lélek, ez soha nem hal meg, mert tisztán ez a lélek energiából van. Ez tisztán energia. Jó, és mint energia, ez egy különleges energia, olyan különleges energia, amely képes adattárolásra és képes gondolkodásra és egyéb dolgokra. Tehát gyakorlatilag egy ember az nem a teste, hanem a lelke. Tehát egy lény, mondjuk egy emberi lény azért tartható értelmesnek, mert van lelke. Csak az értelmes lényeknek van lelke, és ez a lélekszám, ez fix az univerzumban. Tehát ez már nem fogy és nem nő. Tehát fix. Na most, hogyha az ember, vagy bármilyen lény, inkább úgy mondanám, bármilyen fejlett lény, mondjuk szeretne szaporodni, és képes arra, hogy lélekvándorlást csináljon, tehát van egy olyan fejlett szintje annak a lénynek, hogy, vagy lényeknek, hogy lélekvándorlást csináljanak, akkor ugye ahhoz, hogy szaporodjanak, ahhoz kellenek új lelkek. Oké? Mert hogyha lélektelenül szaporodik egy lény, tehát mondjuk klónozzák, akkor az úgy működik, mint egy állat. Tehát lehet klónozni embereket, csak nem tudnánk belerakni lelket. És az úgy működne, mint mondjuk egy majom, amelyiknek nincs lelke. Tehát viszonylag fejlett lenne az a klónozott ember, tehát fejlett lenne, fejlettebb lenne, mint a majom, de nem lenne lelke, ezáltal képtelen lenne a gondolkodásra. Oké? Mint egy állat nem képes a gondolkodásra. Tehát ugye a gondolkodásban ott van a magyar nyelvünkben nagyon szépen megfogalmazva, hogy gondolkodás, gondoldás. Ott van benne. Tehát képtelen lenne a gondoldásra, a gond megoldására. Tehát ez a különbség egy intelligens lény és egy nem intelligens lény között, hogy az egyikben van lélek, a másikban meg nincs lélek. És mivel a lelkek testvérek, tehát minden lélek testvér, az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy azonos a szülő. Tehát azonos a létrehozó. Tehát ezáltal a lelkek testvére. Az egész világegyetemben az összes lélek az testvér. Ugyanis egy teremtő teremtette a lelkeket. És lényeg az, hogy na most akkor kellene egy kicsit elgondolkodni ahhoz, hogy hogyan álljunk ahhoz a másik személyhez, nem?
amikor a testvérünk, lélektestvérünk. A testünk az nem testvér, csak a lelkünk. Most gondolja végig, hogy hogyan áll akkor ahhoz a kérdéshez, hogyha valakire éppen haragszik. Az olyan, mintha a testvérére haragudna. Most nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy a közvetlen hozzátartozónkra nem szabad haragudni, illetve nem szabad haragba lenni a közvetlen hozzátartozóval. Na most, ha az emberek tudnák azt, hogy a lelkük az mindenkinek közvetlen hozzátartozója. Tehát itt hányan vagyunk, meg akivel ön valaha fog találkozni, azoknak a lelke az mind közvetlen hozzátartozó. Tehát a szülő az ugyanaz. Tehát inkább úgy mondom, hogy a teremtő az ugyanaz. Elég érdekes ugye, hogy az emberek mégse így viszonyulnak az emberekhez. Közben az ember alapvetően nem a teste, hanem a lelke. Mert a lélek miatt működik úgy, ahogy működik minden ember. Tehát a lélek miatt. Tehát attól függően, hogy mennyire fejlett a lelke, vagy mennyire fejlődött vissza annak az illetőnek a lelke. Ugye, mert azért jöttünk ide a bolygónkra, hogy vállaljunk egy olyan küldetést, hogy megtanuljunk olyan dolgokat, illetve kipróbáljunk olyan dolgokat, amit nem lehetett kipróbálni ott, ahol előtte voltunk. És akkor itt ki lehet kipróbálni. Tehát ki lehet próbálni azt, hogy milyen lustákodni, ki lehet próbálni azt, hogy milyen lázadozni, ki lehet próbálni azt, hogy milyen bűnözni, etikátlankodni. Tehát ezeket ki lehet itt próbálni. Ebben szabad akarat van. És hát ugye abból fakadóan van az, hogy mennyire fejlett vagy kevésbé fejlett annak az illetőnek a lelke. Tehát mennyire, mit jelent az, hogy fejlett lélek? Tehát tudja az élet és az ember, illetve inkább úgy mondanám, hogy a lélek működését. Tehát az élet és a lélek működését. Minél jobban ismeri az ember ezt a két dolgot, annál fejlettebb a lelke. Na szóval van egy olyan, hogy lélekvándorlás, ez a lélekvándorlás ez milliárd évek óta van. Tehát ez azt jelenti, hogy a test az elkopik, elhasználódik, és egy idő után az a test meghal. Ugye mi úgy mondjuk a testnek az elmúlását, hogy halál. Na most a mi testünk sajnos egy olyan test, ami hát elég rövid életű. Hát most nem akarok csúnyább jelzőket mondani ezzel kapcsolatban, de ez nagyon rövid életű ez a test, nem? Ha megnézzük. Elég sérülékeny, időnként betegeskedik meg balesetet tud szenvedni. Szóval elég sok gondunk van a testünkkel, nem? Táplálni kell, rendszeresen altatni kell, nem? Milyen jó lenne, csak egy-két órát kellene aludnunk naponta, vagy mondjuk hetente mondjuk egy fél napot, nem? És akkor... Nem jobb lenne? Én szerintem nagyon jó lenne. Hát milyen? Sokkal több mindent meg tudna az ember valósítani, nem? Hogyha nem kellene ennyit aludni. Ez a 4, 5, 6, 7, 8 óra alvás napi szinten, ez egy kicsit úgy sok. Tehát a teremtők jó részének közel nincs szüksége ennyi alvásra. Tehát más lényeknek, más fejlett lényeknek közel nincs szüksége ennyi alvásra, mint az embernek. Tehát az ember az gyakorlatilag átalussza az életének az egynegyedét, egyharmadát. Nem? És azért ez elég síralmas, ha jobban megnézzük. Tehát így is rövid az életünk. És ráadásul még azt is átalusszuk, annak is a jó részét átalusszuk, nem? Tehát ha megnézzük, mint tevékenységet, akkor mondhatjuk, hogy az alvás a leghosszabb tevékenységünk az életünkben, nem? Miért nem így van? Tehát, nem így érezzük sokszor. Hát pedig így van, hát az a leghosszabb tevékenység, amit végzünk. Nem? Hát mit tudom én, mert ugye nem biztos, hogy mondjuk a foglalkozását űzi az ember hétvégén is, nem? Nem biztos, hogy evéssel eltölt annyit időt, mint az alvással, nem? Tehát egy jobban megnézzük, meg ugye a foglalkozást az időnként az ember vált, de alvást az nem vált, nem? Az marad valahogy. És akkor idősödik az ember, én például látom az anyósomat, meg az idős embereket, sokkal
tehát ilyen 70-80 év fölött sokkal többet alszanak már, mint előtte aludtak. Tehát anyám is, anyósom is, hát anyósom az, az többet alszik, mint amennyit fönn van. Főfoglalkozása az. Hát az a főfoglalkozása, igen, az alvás. Szóval megnézzük ezt a testet, hát eléggé olyan, hogy sok gond van vele igazából. Tehát alváskor ugye nem nagyon tudunk teremteni, nem? Pedig az ember arra születne, hogy teremtsen. Tehát teremtsünk. Na szóval itt van ez a test, és ez a test úgy átlagosan olyan 75 év, sőt bolygóviszonylatban nincs is 70, csak olyan 6, 75, csak olyan 60 év körül elhalálozik ez a test. És akkor mi lesz a lélekkel? Ugye nagyon jól kifejezi a magyar nyelv, mikor azt mondja az ember, hogy kilehelte a lelkét. Hát amikor, ugye mit értünk ezen? Azt értjük, hogy amikor meghal az illető, akkor kiszáll belőle a lélek. Egyébként ez mérhető is, nem tudom, tudják-e, hogyha valaki meghal, akkor mennyi, mennyit mérnek? 23 grammal könnyebb lesz az illető, amikor az utolsó levegőt kifújja magából. De ha mondjuk ön rárak egy tüdőnyi levegőt mondjuk egy mérlegre, azt nem hiszem, hogy meg tudja mérni. Tehát nem azért lesz valaki könnyebb, mert kifújta a tüdejéből a levegőt, hanem azért, mert kiszállt belőle valami. Jó? Tehát, és ugye ez a lélek mikor bújik bele az emberbe? Hát akkor, mikor megszületik az első felsírással. Tehát amikor felsír a gyerek, ugye ezért próbálják elérni, hogy minél hamarabb felsírjon, amikor ugye megszületik, hogy az első levegő vétellel a lélek az beleszáll a testbe. És akkor onnantól kezdve, ameddig ugye meg nem hal, jellemzően ugye a legtöbb embernél, ameddig meg nem hal, ott van a lélek a testben. Na most, és utána mi lesz ezzel a testtel? Hát a testtel az lesz, hogy az megszűnik, az újraéledni nem fog, nincs olyan baromságok, mint amit tanítanak néhány vallásban, illetve egyre több vallásban, hogy majd feltámadunk ilyen zombikként, vagy nem is tudom, hogy képzelik, hogy ezek a testek támadnak föl. Tehát soha nem. Ön úgy, ahogy most kinéz, soha egyetlen egy életében pontosan így nem nézett ki. Tehát most képzelje el, hogyha mindig új, teljesen, a legtöbb esetben teljesen más testbe beleszületünk, akkor hogy lehet egy olyat elképzelni, meg tanítani az embereknek, hogy majd az a test támad föl, ami meghalt? És ezt kénytelen vagyok elmondani, mert a keresztény egyházak kezdték el tanítani. Tehát a keresztény egyházak, mint például római katolikus, mint például görög katolikus, mint például, mit tudom én, a Jehovák is ezt tanítják, tudom, mert utána néztem. Jó, szóval egy csomó keresztény egyház azt tanítja, hogy majd ez a test meghal, és jön Jézus, és feltámasztja a testeket. És akkor megkérdezik ezektől az emberektől, és hány évesen támaszza föl. Mert van, aki 80-valány évesen halt meg félbénán, a másik meg, mit tudom, meghalt 20 évesen, és hogy fog föltámadni? Akkor lehetne azt mondani, hogy az jár jól, aki 20 éve se halt meg, nem? Mert akkor az 20 éves testbe fog föltámadni. Tehát semmilyen válasz nincs ezek. Olyan hülyeségeket tudnak mondani, még azok is, akik ezeket tanítják. Tehát gyakorlatilag nincs válaszuk rá. Hát persze, mert azt próbálják elhitetni az emberekkel, hogy olyan, hogy lélekvándorlás olyan nem létezik. Ugyanis ugye azt mondják, hogy a teremtő akkor leheli bele az emberbe a lelket, amikor megszületik, és az a lélek az nem hal meg ugyan, de az nem születik újra, hanem az fölmegy a mennyekbe, és ott van az atya jobbján, meg stb. Hülyeségeket beszélnek ezzel kapcsolatban. Szóval, tehát akkor születik mindenkinek a lelke, amikor ebbe a testbe beszületett, és nincs olyan lélekvándorlás. Jó? Mármint ezt hazudják. Jó? Közben van egy olyan lelkünk, amely örök életű, amit nem lehet elpusztítani, ami gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Tehát ez megszületett, tisztán energia, és úgy van megcsinálva, hogy egyszerűen
nem tud elpusztulni, tehát maga a lélek. Tehát minden anyag elpusztítható, maga a lélek az nem. Mert tisztán energia az egész. Jó, és akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Lélekvándorlás. Tehát amikor a test meghal, akkor a lélek kiszáll belőle, és átlagosan most 13 év múlva születik újra egy lélek újból. Tehát átlagosan 13 év. Ami azt jelenti, hogy valakinél, ez hamarabb megtörténik, van akinél később, éppen most kérdezte valaki tőlünk, melyemmel együtt kommunikáltunk avval a valakivel, hogy meghalt valaki, és aznap fogant meg egy, azt hiszem, unokája. Yeah, így van. Aha, igen. És hogy létezik-e, hogy majd abba fog, tehát hogy már ilyen gyorsan újra születik, mondom, nem létezik, tehát ilyen nincs, már eleve azért sem létezik, mert 45 napig még itt van a lélek. Nem kellett messzire menni. Tehát 45 napig itt van a lélek, tehát utána ugye elmegy a lélek, és... Miért kell menni? Hát mert elviszik azért. Jó esetben, tehát elmegy a lélek, és akkor ugye van egy létközi állapot, és a létközi állapot után van egy újraszületés. Engedély nélkül nem lehet visszajönni? Nem, onnan engedély nélkül nem lehet visszajönni. Így van, ha valaki itt van, és engedély nélkül van itt, akkor el sem ment. Gyors bujócska. De azoknak a lélek helyében nem, ne kívánkozzunk, akik itt maradtak. Jó? Tehát az nem kéne kívánkozni azoknak a helyébe, akik itt maradtak. Na szóval, lényeg az, hogy mondom, átlagosan 13 év elteltével, tehát 13 év az újraszületés. Tehát az azt jelenti, hogy az illető egy olyan testbe születik le, ami garantálja azt, hogy megélje azokat az illető, amit neki az előző élete alapján ebben az új életében meg kell élnie. És ez ugye sokkal könnyebb most, mint mondjuk 1000 évvel ezelőtt, ahol az egész bolygó lakossága pár millió volt, most meg pár milliárd. Mert sokkal könnyebb egy olyan családot találni, ahova be lehet helyezni egy lelket újszülöttként, mint mondjuk 1000 évvel ezelőtt, ahol sokat kellett várni arra, hogy olyan körülmény jöjjön létre, ahova újra be tud születni az illető. Ezért ugye mondjuk 1000 évvel ezelőtt nem 13 év volt egy újraszületés, hanem sok esetben pár száz év. Tehát átlagosan több mint, jóval több mint 100 év volt. Tehát jóval több mint 100 év. Tehát a lélekvándorlás azt jelenti, hogy az ember beszületik abba a testbe, amiben meg kell élni azokat a dolgokat, amiben meg fogja élni azokat a dolgokat, amit neki meg kell élni az előző élete miatt. Jó, és mi van azokkal, akik itt beszéltem itt az aranykorról, na és itt borul az egész most, ugyanis a lélekvándorlással, tehát eleve ott kezdődik, hogy miért ilyen rövid az életünk. Most képzelj el, a legtöbb ember mit csinál abban a 60 évben, amit átlagosan leél. Hát most azon kívül, hogy mondjuk van 1-2-3 akár 10 gyereke, azon kívül, amire az állat is képes, meg azon kívül, hogy eszik, iszik, pihen, dolgozik, igen, tehát de miért dolgozik? A betevőért dolgozik, nem? Tehát ezeket mind az állat is megcsinálja, nem? Az állat is eszik, iszik, pihen, meg dolgozik a betevőért, idézőjelben, nem? Megdolgozik a betevőért, inkább úgy mondanám, nem? Tehát minden állatnak meg kell dolgozni a betevőért. Na most valahogy, mintha a legtöbb ember így élne.
Tehát megnézzük, a legtöbb embernek mi a fészkes fene értelme van az életének. Most képzeljék el, na most ezért ugye jobban megnézzük, mit csinálnak az emberek ebben a 60 évben, főleg mondjuk a 40 évet nézzük, mert 21 éves kortól felnőtt, tehát 21 éves kortól mondjuk a következő 40 évben, amíg él, mit csinál a legtöbb ember? Gyakorlatilag hülyeségeket. Nem? Tehát több hülyeséget csinál a legtöbb ember, mint értelmes dolgot. Nem? Hát miért csinál hülyeségeket az ember, hogy tiszta és világos legyen? Mert nem tanul eléggé. Nincs irányba állítva. Irányba lenne állítva, csak tudatlanul nehéz bármit is helyesen csinálni. Tehát nézzük meg az életünkben, próbáljunk már valamit helyesen csinálni tudatlanul. Tehát általában a helyes, tehát hogy helyes eredményt érjünk el bármilyen területen, annak egy módja van. De a helytelen cselekedetnek kismillió módja van. Nem? Tehát hogy helyesen lehessen valamit csinálni, annak általában egy módja van valamilyen dologban, területen. De helytelenül nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát ahhoz, hogy az ember helyesen csináljon mindent, ahhoz tudásának kellene lennie. Most nézzük már meg a legtöbb embert, hogy a legtöbb ember a tanulását az befejezi az iskolák befejezésével. De az sem igazi tanulás, ami az iskolákban folyik, mert azon kívül, hogy megtanulnak a gyerekek valamilyen szinten, mert most már csak azt lehet mondani, írni, olvasni, számolni, azon kívül milyen értelmes dolgot tanulnak még az iskolákban? Semmit. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a hülyeséget eltanulják egymástól a gyerekek. Mondok példát. Jó, egy kisgyereket a nagymamája nevelt, elsősorban, mert a szülei dolgoztak, és 3 éves korában beiratták az óvodába. Addig a gyerek sosem káromkodott. 2 hét múlva már káromkodott. Tehát addig a gyerek teljesen szófogadó volt, míg a nagymamájánál volt. Pár hét alatt el lehetett rontani. Pár hét alatt. Tehát sokkal gyorsabban lehet a rosszat megtanulni, mint a jót. Most akkor nézzük meg az embereket. Az emberek többsége tanul-e valami olyan dolgot, mondjuk ne a PPH-sokat nézzük, hanem úgy egyébként, valami olyan dolgot, ami tényleg tud az életében hasznosítani. Na most mondok példát. Vannak, akik elmennek, mert szellemi fejlődésen, tehát érzik azt, hogy kellene szellemi fejlődést véghez vinni az életében. Tehát, hogy kellene fejlődnie. Erre fogják és elmennek olyan dolgot tanulni, ami nem a saját hasznára van, és nem az emberek hasznára. Tehát mit tudom én, azt mondja, hogy jó, akkor elmegyek, megtanulom mondjuk a természetgyógyászatot. Igen. És ezt a saját életében hogy fogja használni? Kérdezem én. Tehát avval, hogy elment tanulni természetgyógyászatot, az élethelyzeteit meg fogja tudni oldani? Hát arra én befizetek. Lehet, hogy annyit fog tudni csinálni, hogy tud segíteni valakin, aki beteg. De a saját élethelyzetét meg fogja oldani vele. Tehát attól, hogy elment természetgyógyászatot mondjuk tanulni, fog ő mondjuk kevesebb problémát okozni a párkapcsolatában? Ki van csukva? Tehát az emberek azt hiszik, hogy valami szellemi fejlődésen át kell menni, akkor mit tudom, elmegyek mondjuk szellemgyógyásznak. Jó, és avval mennyivel több problémát fog megoldani az életében? Lehet, hogy másoknak valamit tud segíteni, de mennyivel kevesebb problémát fog okozni magának vagy másoknak? Ennyivel se. Világos ez, hogy miről beszélek? És az emberek azt hiszik, az a szellemi fejlődés, hogy valami szellemi dologgal, valami földön túli
isteni dologgal elkezdünk foglalkozni. Nem. Az embernek az lenne a feladata, hogy jól oldja meg az élethelyzeteit, nem? És ne okozzon se magának, se másoknak problémát, nem? Hanem lehetőleg olyan életet éljen, nem? Amivel mások javát tudja szolgálni. De nem csak egy olyan javát, hogy mit tudom én, kigyógyul az illető. Kigyógyul az illető, jól, majd ugyanúgy rosszul fogja az az illető kezelni az életét, és ugyanúgy kapja a második, már következő betegségét. És avval akkor mit segített? Hát minden embernek olyan tudatosodáson kellene átmennie, ami által képes arra, hogy minden élethelyzetét helyesen kezelje. A problémáit ne kelljen megoldani, hanem meg tudja előzni a problémáit. Nem tudom, világos-e? Tehát az igazi szellemi fejlődés az azt jelenti, hogy az ember képes az élethelyzeteit tökéletesen vagy csak nem tökéletesen kezelni. És nem okoz se magának, se másoknak problémát. Se a bolygónak, se az emberiségnek problémát. Vagy se az élővilágnak, se az élettelen dolgoknak problémát. Világos ez? Se a léleknek, se a teremtőnek ne okozzon problémát. Tehát azzal, hogy most valaki, mit tudom én, megtanul másokat kézrátétellel mondjuk gyógyítani, azzal még a problémáit meg fogja tudni oldani. Na hát arra én befizetek. Jó, én nem akarok senkit se megbántani, bárki, aki ilyeneket végzett. Nem erről szól a történet, hanem arról, hogy világosítsuk föl már az embereket, hogy egy ember akkor tud boldog lenni, hogyha az élethelyzeteit helyesen tudja kezelni. Miért? Mert akkor nem okoz magának problémát, meg másoknak problémát. Mert ha másoknak okozunk problémát, akkor mi fog történni? Hát vissza fog ránk csapódni. Hát arról meg nem is beszélve, ha magunknak okozunk problémát, az meg elég gyorsan visszagyűrűzik. Oké? És minden ember azért boldogtalan, mert tele van problémával. Minél több problémája van valakinek, annál boldogtalanabb. Mert nem tudja, hogy hogy kell a problémákat megelőzni, vagy ha már van az a nyomvad probléma, akkor hogy kell azt megoldani. Tehát az embereknek az lenne a legfontosabb, hogy ne legyen problémájuk, nem? És nem az a megoldás, hogy ne legyen probléma, hogy ja, itt vagyok én egy ember, akkor oldja meg a kormány, hogy nekem ne legyen problémám. Nem, mert az emberek ezt szeretnék, hogy itt vagyok én egy ember, és a kormány oldja meg, hogy én minden tekintetben jól érezzem magam. Nem ezt gondolják? Nem ezt akarják? Hát ezt szeretnék. Nem ez a megoldás. A megoldás a tudatosodás, a szellemi fejlődés. Nem elmenni egy terület felé, mert az nem oldja meg az egész életet. Érthető? Tehát az élet az nem egy terület. Az élet az sokrétű, nem? Hát ezért vagyunk mi, mert itt nem kell az embereknek innen, meg onnan, meg amonnan, meg eminnen csipegetni valami tudást, amiből sose fog összeállni semmi igazából, mert nem úgy működik, hogy majd egyszer összeáll, hanem itt van egy olyan tudás, itt nálunk a Nyílt Akadémiánál, ami komplexen össze van fogva, ami arról szól, hogy az emberek képesek legyenek az élethelyzeteket helyesen kezelni, és a problémáikat megelőzni, vagy ha netántán már van egy probléma, akkor oldják meg. Képesek legyenek megoldani, méghozzá helyesen tudják megoldani. Jó, tehát ugye itt van a maga lélekvándorlás kérdése, és képzeljék el, ha nem lesz itt tudatosodás, ha az emberek nem fejlesztik fel magukat, akkor mi lesz? Meghalnak, előidézik, hogy ne sokáig éljenek, viszonylag rövid legyen az életük, meghalnak és nem születnek újra, valószínűleg több tízezer vagy több százezer évig. Jó, hát oda hát nincs idő, de hát akkor is. Tehát egy értelmes lénynek, amely teremtésre lett teremtve, nem az a dolga, hogy egy létközi állapotban semmit tegyen,
és várja az újraszületést. Miért nem tehet semmit? Azért, mert ezek a lelkek, ami most itt a Földön vannak, ha hosszabb életűek lennének, mondjuk nem átlagosan 60 éves korba halnának meg ezek az itt lévő emberek, hanem mondjuk, tehát mi, hanem mondjuk 1000 évig élnénk. Most képzeljék el, akkor 1000 évig csinálnánk ezt a sok hülyeségét, meg 1000 évig csinálnánk azt, hogy nem tanulunk, hogy kellene harácsolni, hogy minél több legyen, meg ártani másokat, meg másokon átgázolni, nem? Vagy rosszul szeretni embereket, mert azt is csinálják. És akkor 1000 éven keresztül is csinálnánk ezt a sok hülyeséget, amit most bőven elég 60 éven keresztül csinálni. Hát ezért van az ember ilyen rövid életűre tervezve, mert egy olyan lélek van benne, amelynek gyorsan kellene fejlődni, és itt van most egy lehetőség, hogy fejlődjünk gyorsan. Hát vagy gyorsan fejlődünk, vagy nem születünk újra jó sokáig. Választhatunk. No, kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből a lélekvándorlásból, amikor meg fogom tartani, mert nem tudtam, hogy mi lesz belőle. Hát ez lett belőle. Mert ugye az előadásaim jó részét úgy tartom, hogy itt az elsőkre én sose készülök. Tehát soha. Tehát az mindig spontán jön. Tehát úgy jön, hogy kapom, amit mondani kell avval kapcsolatban. No, akkor hol tartottunk? Ja, itt, ha fejlődni szeretne, ennél kedvezőbb feltételekkel sehol nem fog a mindennapokban használható tudáshoz, szellemi fejlődéshez és coachképzésre jutni. Ha minden téren fejlődni szeretne, akkor lehet végre egy olyan foglalkozás, ami az évszázad üzlete, amit úgy neveznék én, hogy ezoterikus, szellemi, spirituális foglalkozás, valamelyik szót ki akarja venni belőle, mert nem szimpatikus, vegye ki, semmi gond nincs vele. Mert ugyanis ez az igazi jövő, mert ebben nem fogják a múltig beletenni a kezüket, vagy rátenni a kezüket, akarom mondani. Általunk nyújtott ember és életjobbító coach hivatás az egyetlen szakma a világon, amivel rendbe teheti az élete minden területét. Ezért mondom, hogy általunk nyújtott. Tehát nem bárhol nyújtott coachképzés, általunk nyújtott coachképzés. Amivel rendbe teheti az élete minden területét, és ezek nem nagy szavak, hanem tények. Tartósan boldog élet csak, van egy pár égi üzenet. Tartósan boldog élet csak a tudatosság fejlesztésével és az emberek segítésével érhető el. A 21. században kivétel nélkül mindenkinek el kellene kezdenie a tudatosságát fejlesztenie. Aki ezt nem teszi, egyre több és több problémával és nehézséggel fogja magát szembe találni. Az ember és az élet működéséről szól a igazságok, az a tudás, amivel minden embernek rendelkeznie kell. Az igazsághoz vezető úton nincs megtorpanás, ez az egyetlen út, amely teljesen végig kell mindenkinek mennie. Máskülönben mindenféle nehézség, zaklatottság fogja az embereket a hatalmukba keríteni. Ha egy ember arra vágyik, hogy az élete úgy alakuljon, ahogy szeretné, legyenek rendben a cseréi és az etikája. Csak az képes tisztességes úton tartósan elég pénzt teremteni, aki közvetlenül olyannal foglalkozik, amire az embereknek szükségük van. Alkalmazottként ezt az ember nem tudja megtenni. Az emberiség és ezáltal az egyes emberek legfontosabb feladata az aranykor létrehozása. Ugyanis ha nem lenne aranykor, minden egyéb, amit megvalósítani akar az ember, feleslegességgé válik, mert úgysem éli meg az ember. Az életben való boldoguláshoz három dolog szükséges. Szellemi fejlődés, mindennapokban használható tudás, illetve módszerek, megélhetés és szabad életet biztosító üzleti foglalkozás. Mert még egy ilyen világot élünk, hogy kell üzleti foglalkozás. A PPA az egyetlen szervezet a bolygón, ahol szellemi fejlődés, a mindennapokban használható tudás és a módszerek, továbbá megélhetéshez szükséges, szabad életet biztosító üzleti foglalkozás egy helyen található meg. Az embernek fel kell fejlesztenünk a tudatosságukat a hamarosan beköszöntő aranykor követelményeihez. Különben sajnos nem élhetik meg azt. Az aranykor a boldog teremtő életről szól. Ezek az égiek legfontosabb üzenetei,
az emberekhez. Hisszük, hogy a Nyílt Akadémia és a PPA segítségével ön is sikeres, boldog emberré tud válni. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor az előadás után rendezze a Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító Coach képzésének most nagyon kedvezményes tandíját, hogy minél előbb hozzájuthasson a tudáshoz. A fejlődésért kezdje el használni a ppa.hu weboldalunkat, vegye fel és tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres, boldog ember legyen. Örülök, hogy tájékoztathattam önöket erről a korszakalkotó életjobbító megoldásról. 4 óra szünet után következik a szervezés coach képzésünk, amely június 18-áig fog tartani. Tehát most ez 5 hetes lesz. Tehát 5 hetes. Mindenki részt vehet rajta, első alkalommal, aki olyan személy társaságában nézi, akinek jogosultsága van a coach képzésünkre. Várjuk szeretettel a következő rendezvényünkön, mindenkinek nagyon sok sikert és jó tanulást és szép estét kívánok, köszönöm a figyelmüket, 4 óra szünet után találkozunk, viszontlátásra!